Sziasztok, dr. Zelizi Stefánia vagyok, asztrológusként és coachként dolgozom. Munkám során a klienseimmel azon dolgozunk, hogy minél jobban megismerjék önmagukat az asztrológiai képletük tükrében. Egy csillagjegy kiemelése még mindig nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő következtetéseket tudjunk levonni a szerelmi témáról. Nagyon komplex az ember egyedi születési mintázata, ezért mindenkinek külön-külön meg kell ismerkedni a sajátjával, és abból fogja tudni, hogy mi az a fajta szerelem és kötődés, amire ő maga vágyik. Lehet valaki inkább szabadon szeretne szeretni, valaki pedig nagyon erősen kötődve, mélyen kifejezve az érzéseit. Az egyes csillagjegyek különbözőképpen tudják megélni az érzéseiket. Mivel a bennünk lévő csillagjegyek kölcsönhatásban vannak egymással, ezért nem lehet azt mondani, hogy csak egyféle csillagjegynek a szerelmi életét tudjuk mi is élni. Amikor összeillőségről van szó, akkor én mindig a személyiség dinamikát szoktam vizsgálni. Az asztrológiában négyféle elemi töltéssel dolgozunk. Ez a tűz, a víz, a föld és a levegő. Hogyha két embernek azonos az elemi töltése, akkor nagy valószínűséggel azon keresztül könnyebben fognak kapcsolódni egymáshoz, meg fogják találni a közös pontokat. Például, hogyha két kos, oroszlán vagy nyilas bolygókkal rendelkező személy kapcsolódik össze, az ő szerelmük valószínűleg szenvedélyes, tüzes, intenzív és indulatos lesz. A probléma is itt lehet, ugyanis mind a ketten arra törekszenek, hogy önmagukat kifejezzék, a saját igényeiket éljék meg egy kapcsolatban. Úgyhogy ami az azonos töltésű jegyeknél a pozitívum, az akár tud lenni a negatívum is. A tapasztalat az, hogy a földjegyek inkább a vizesekkel, a tüzek pedig a levegősökkel tudnak jól kijönni. Létezhetnek olyan bolygóállások, amelyek kifejezetten jeleznek romantikus időszakokat, viszont ez is rajtunk múlik, hogy mennyire vagyunk nyitottak erre az érzésre. Lehetséges, hogy éppen a csillagok azt mutatják, hogy most találhatjuk meg a nagyőt, de mi van akkor, hogyha mi még erre nem állunk készen? Mi nem találtuk meg a saját belső békénket és harmóniánkat. Az asztrológia igazából erre való, hogy azt ismerjük meg, hogy mi az, amire mi vágyunk, és a szerelem innentől kezdve már csak egy áldás lesz az életünkben. Amikor szerelemről beszélünk, akkor fontos azt is megnéznünk, hogy milyen a belső női és a belső férfi képünk. Ezt a képletünkben a Vénusz és a Mars bolygó szokta leggyakrabban mutatni, úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a nők a Vénuszról, a férfiak pedig a Marsról jöttek, akkor ezt nem véletlenül tesszük így. A férfiak általában a saját Vénusz jegyüket odakint a nőben keresik, a nők pedig a saját Marsukat egy férfiban. Ezen kívül a nap és a holdjegy is nagyon fontos lesz a párválasztásnál. Gyakran, amikor férjről és feleségről, vagy akár egy nagyon hosszantartó kapcsolatról van szó, akkor a nap és a hold szokott egymással a két ember képletében összefüggni. Lehetséges az egyiknek a napja együtt áll a másik holdjával, vagy épp fordítva. A férfinál a hold lesz a feleségnek a jelölője, az a női kép, akivel el tudja képzelni azt, hogy hosszabb távon együtt éljen. A nőnél pedig ez gyakran a nap lesz. Ezért mind a kettőt kell vizsgálni, plusz természetesen a teljes egész születési képletet. Hogyha az ember internetes olvasgatásra adja a fejét, akkor is érdemes olyan cikket követniük, amit asztrológus írt. Ha pedig szeretnétek tényleg mélyen megtudni a születési mintázatotoknak a rejtelmeit, akkor pedig személyesen vagy akár online érdemes asztrológust felkeresni.